Sziasztok, a Szerencsevadász vagyok, és 7500 forint értékben hoztam sorsjegyeket, Atlantis és havi bónusz a 2000-esek, 1000 forintosok a kis karácsony, a puzzle és a buksa, és van egy 500 forintos Super Blackjack! $7500 forint, jó sok pénz, meg kéne dönteni ezt az összeget, nagyobbat kéne nyerni itt a sorsjegyek összességén, ami nem könnyű. A sorsjegyekről tudni kell, hogy nagyjából a pénzet 60%-át adják vissza, általában, hogyha nagy számok törvényéről beszélünk, ez rá van írva a sorsjegyek hátuljára, hogyha az ember szépen összeadogatja, összeszorozza, akkor ki tudja számolni. Ez van 40%-os haszonkulcs, nem egy kicsi. Abszolút, de hát mindennek ára van, a szerencsejátékunknak nagy ára van, ezt tudni kell. Super Blackjack 0.14-jel, a buksa 0.12-vel, 0.17-es a puzzle, és fekete. Kis karácsony 0.29-es sorszámmal van itt. Havi bónusz az egy 13-as. És 0.28 a sorszáma az Atlantisnak. Volt nekünk egy 0.13-asunk valahol, melyik is volt az? 0.13-mal egy havi bónuszunk volt, emlékeztem, hogy volt egy ilyen számunk. Szóval 0.13 az lesz, amit először lekaparok. Valamiért ez így bekattant, hogy hát ha ezzel nyerünk valami nagyot, első játék, az a nyerő szimbólum keresés, vagy hónap szó. És akkor keretbe foglaljuk a kaparást, az utolsó pedig az Atlantis lesz, 2000-es keret. Széket, kávét, pendrive-ot, aktatáskát és egeret keresünk. Na meg a hónapot. Hello, pecsét. Mi van a pecséteddel? Hello. Ez egy irodaház. Egy nyomtató, egy olló, és egy növény. Egyik se jó. Á, nem már. Cellux. Kukac. Homokúra. Laptop. És gémkapocs. Nincsen egyik se. Jajjaj. Nézzük a következő játékot. Három szám kell, ami megegyezik, és kötésben van. 2, 4, 4, 2, 9, 5, 7, 3, 9, esély nem volt. Nézzük, hogy a pénzszó betűi, az kijön-e? Hiánytalanul nem, mert egy rossz betűvel kezd. O, E, A és N, az nem pénz. Nézzük meg, hogy 3000-ért jön-e a pénz. Köteg, gyere köteg lóvé. Földgömb, újság és persely, nem igazán akarta. Egy sorba kell két egyforma szám, 15 és 12. A szorzó, az egy laza 30-szoros, minimum 60 000-ért megyünk. 16 és 13, nem jó. 19 és 14 se jó, hát ez nulla. Egy büdös nagy nulla lett kezdésnek, aminek annyira nem tudok örülni. Tehát ez van. Így kezdődött a kaparás, hogy ezt azért tudomásul illik venni. Inkább pénznyelő, mint pénznyerő. F, de hát a szórakozási élmény. És C. Az azon így kárpótolhat. De az meg akkor jön, ha nyerünk valamit. Na nézzünk egy 500-as sorsjegyet. 0-14-jel Super Blackjack. Osztó számánál kell nagyobbat találni. 20, csak a 21 jó. 5, 7, 13, 12, hát itt semmi. Sehol a semmi. 16, 15, éppen alatta. 10, 14, 11, itt sincs semmi. 19-nél kell nagyobb, csak a 20, 21 jó. 17, 5, 13, és 14, nem jó. 14-est megelőzzük. 4, 5, 6,
Jaj, de 7! 21 kell, 3 szám összegeként. 14-nél tartunk, gyere 7! Hát ez 5. Ez nem nyerő. Kettőből egyik semmi. Hát az egy nagy büdös semmi. Hol vagytok betűk? Betűzzük be a nyeremény. Ja, nincsen nyeremény, ez a baj. Akkor különböző betűk jönnek. Ugye sokszor kérdezitek, mindig vannak újak, új nézők. Betűk azok nem hozzáadnak egy új nyereményt, hanem megmutatják, hogy nyerője a sorsjegy vagy nem, illetve azt is, hogy mennyit nyert. De ez nem hozzáadódik a többihez. Egy E betű eddig kijött. Ha egyformák a betűk, tuti nyerő a sorsjegy, és minden betű egy nyeremény összeghez tartozik az adott sorsjegyen el. De ez sorsjegy típusonként különbözhet. Nézzük meg a karácsonyi sorsjegyet. Kis karácsony. Kis karácsonynál az első játékon az a lényeg, hogy a mi számunk nagyobb legyen, mint az ünnepi szám. Egy sorban természetesen 23 és 27. Jó nagy szám volt neki. 16, gyere 15. Nem az jön, hanem egy 20-as. 22. És 26. 28. Oh, 28, az nagy. Ne. 29-et ad. Pedig azt hittem, már elhittem, hogy nyerhetek. Egy szerencsés. Lucky 21-jel se tudok nyerni, mert 24-et ad. És 19-re 22-t. Adjunk egy kicsit össze. 24-nek kell kijönnie. 9, meg 6, az 15. Meg 7, az 22, kevés. Oh, itt se jött a 24. Na nézzük a következő játékot, ahol ki kell hozni sort, vagy oszlopot itt ebbe a fenyőbe, vagy üresen hagyni, de totál üresen. Hát egy kesztyűvel kezdünk. Aztán jön egy faszán, meg egy pulyka, 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 lekaparva, és egy hóem. Nem hó, de hóember, az csak furi, kalapos hóember. Magyar. Crazy mézi. Van egy kis házunk is. De hol? Ja itt a házikó. Korcsolyázunk, és akkor adjál már nekünk egy ilyen... Mi a manó ezek? Koszorút. Koszorút 50 ezerért. Köszönjük szépen. Hát nem azt adja, a sapót adja. Na, és akkor mi lesz itt még? Nyerő sorsjegy! Az van, hogy nyertünk. Yes! Ez meg egy fenyő. És itt a fenyő, de üresen maradt a felső sor. Az 1000 forintos nyereményt ér. Ide van írva. Na, megvan az első nyerő sorsjegy ebbe a videóba. Jó lesz a végére? Ez itt a kérdés. És nem ártana megtalálni a betűket, ugye? Ezer forintos K betű. Egy K betű megvan, hát nem keresek többet K betű, mert ezt tudom, hogy a K betű tartozik az 1000 forintos nyereményhez. Nagyon örülök neki, nyerő sorsjegy, szuper. Van még 1000 forintos sorsjegyünk. Egy, kettő. Legyen a buksza a következő. Most a 0-12-es laza buksza az, amire úgy tekintek, hogy majd behozza a tutit. Három egyező összeg, illetve három egyező szimbólum keresés 5x5-ször. Ebből áll a buksza sorsjegy. Kijön-e valamelyik? Vagy akár több. 1000. Jó kezdés. Még egy 1000. Gyere 1000. Gyere 1000. 100 000, hát több a nulla, mint kéne. 50 millió, 100 000, gyere 1000, gyere 1000, vagy 100 000, 50 000, nem jó. Arany, pénz és gyűrű, kulcs, gyűrű és lóhere. Jövünk a következő adagra, ahol arany, arany és egy gyémánt van. Pénz, gyűrű és lóhere kíséretében. 100 000,
100 000 és 10 000. Miért nincsen még egy nulla? 50 000. 50 000. És még egyszer 10 000. Hello! Nézzük a következőt. 50 millió és 1000. A legnagyobb és legkisebb nyeremény, amire mehetünk. 10 000 és 10 000. 1000 és 50 000. Táska, lóhere is, gyémánt, érme, táska is, lóhere. Vannak bajok. Arany, gyűrű és lóhere. Kulcs, érme és kulcs. 50 000, 10 000 és 5 000. 5 millió, 5 000 és 100 000. Hát miért teszed ezt velünk? Hát adjál már nekünk valami szép nyereményt. Van még ott egy 5 000-es, egy 50 milliós és még egy. Na még egy 50 milliós. Egy jó fődíj, ez teljesen jó lenne. 10 000. 10 000. Na de inkább 50 milliót kérünk. De nem baj, ha 10 000-et ad. Egyébként iratkozzatok fel a másik csatornára is, ahol csak kaszinós videók mennek, méghozzá régi megmentett kaszinós videók. A csatorna neve Retro Casino SV, és a linkjét megtaláljátok a leírásban. Ez pedig még egy 5 000-es. Na nézzük a végét. Kulcs, gyémánt és arany, kulcs, arany és érme. Itt van egy M. Itt van egy E. Ne! Miért tetted ezt? Hát ez nem jó. Puzzle! A puzzle-lel sikerül végre valami szépet nyerni. Egy nyereményünk már igaz, hogy van, de az még kevés. Ki kéne jönni egy teljes képnek, 41-es kapunk először, ami úgy jön ki, hogy 4 számot kell egy képből lekaparni, hogy meglegyen. A kép meg megmondja, hogy mennyit nyertünk. 0-3, hát ez szépen lekaparódott. Most meg 30. 0-3 után 30-at, ott szép megcserélte a számjegyeket. 44, az jó helyre jött. És egy kerek szám jön a 20. Meg a 40, szépen adja a kerek számokat. Hol a 40-es? Itt a 40-es. 32. Az se rossz. 45. És 21. 47. 24-es. 24-es is le kéne kaparni. 2 már egy csomóból le van. 8. 14. Ejj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 
meg egy négyest is, meg egy kettest is, adja egyest, egyes jó lenne, erre mit ad? 25-öt, hát ez a 25 a lehető legrosszabb, amit adhatok. 43, na a 42-vel nyerhetnénk, de mit ad nekünk, ha nem 23-ot? 22-vel is nyerhetünk, 26, azzal nem. Ajjaj. Hát itt lett volna esély csillagra, meg koronára, meg malackára, másra meg esély se volt, ami teljesen szomorú. Egyetlen egy sorsjegyünk maradt, és egy darab 1000 forintos nyerő sorsjegy van. Hát az nagyon gyér. Na akkor az Atlantis. Hát ha majd ez megmutatja, hogy hogy lehet igazán nagyot nyerni. 7 sorunk van, a sorokban 3 egyforma szám kell, 3 színes mezős rész van, oda is 3 egyforma szám kell, illetve villám, az 10 nyereményt ad. 28, 26. Pirosoknál van még 24, és 11, a pirossal biztosan nem nyerünk. Nézzük itt a sorokat, 41, 42, 10, mind különbözik. 25 jön be, nem jó. 13 és 26, itt is mind különbözik. Első két sor kuka. 35, 17, 13, 36, és 45, ez is kuka, esése volt. Nézzük a következőt, 27, 35, 39, 45, és 34, itt se volt egyezés, kuka.
27. Na, a 27-tel van egyezés. A zöldnél két esélyünk van, hogy nyerjünk. Egyébként még jön 35 és 27, erre is két esély van, hogy nyerjünk. Tehát itt is 27, valahol. Valahol 27-es kérünk. Ez nem az, 29. Gyere 27! 17-et ad, ó, hogy rohadjon meg. 49, van esély, oda 49-et kérünk. És akkor itt van még 18, jaj, még meg itt is vannak. 47, 48, 47, 48, milyen? 49, gyere 49, 29, 27 is jó lett volna. Na, a 18-as mellé van még 43 és 21. Akkor ide 27-et szeretnék kérni, gyere 27, 7-es, 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 ide meg 49-et, 9-es jön, 9-es, ide nem jön 9-es, 1-es van, és 11, akkor ide kell a 27, gyere 27, jött a 27, ez az, zöld köcsökben lévő nyeremény a miénk, nézzük, hogy mennyi az annyi, ami 2000 forint, egy alapnyereménnyel lettünk gazdagabbak. Hát alapból többet vártam, de nem baj, legalább nyerő volt az utolsó 2000-es. Összesen 3000 forint jött vissza, kicsit karcsú, de lesz majd jobb is. Ott van egy L betűk tartoznak a 3000, 2000, a 2000 forintos nyereményhez. Na ez a baj, hogy ez csak 2000, így lett 3000, hogy egy másik sors így adott egy ezrest hozzá. Több ló meg nem indult. Vagyis, hogy indult, csak eltört a lábuk, vagy nem tudom. Mert, hogy az égvilágon semmit nem adtak, tehát legközelebb remélem jobb lesz, és drukkolok, hogy 10 szép nagyokat nyerjetek. Iratkozzatok fel, illetve a másik csatornára is. Kövessetek Twitch-en, nézzétek meg a leírásban a linkeket, legyen szerencsénk. Sziasztok!